Óriás panda ikrek születtek Kína délnyugati részén a Csunkingi állatkertben. A hím ikerpár közül az első 160 grammal, a második fél órával később 151 grammal jött világra június 10-én. Idén ők az első panda ikerpár, akik állatkertben születtek. A tíz éves anyapanda Mangzai két évvel ezelőtt is ikreket hozott világra, akkor nőstényeket. Ilyenkor a gondozóknak is segíteni kell a kis pandák táplálását, mert a pandáknál ritka, hogy egyszerre két kölyök születik. Legtöbb esetben az anya az életképesebb kölyökről gondoskodik, a másikat pedig magára hagyja. Ezért mi mesterségesen tápláljuk azt a kölyköt, amelyiket az anya nem, mondja a Panda ház műszaki igazgatója. És meghatározott időközönként cserégetjük a kölyköket, hogy mindketten részesülhessenek az anyai gondoskodásból és megfelelően fejlődhessenek. Az állatkert jelenleg 17 pandának adott hont. A fogságban élő óriás pandák száma világszerte elérte a 633-at. A vadonban alig több mint 2000 panda él, többnyire Szecsuán és Szangsi tartományokban.